A Sárospataki Farkas Ferenc Művészeti Iskola egyik növendékének és tanárának előadása színesítette a Turinform Sárospatak iroda által meghirdetett rajzverseny eredményhirdetését. A turizmus világnapjához kapcsolódva az alsó tagozatosok lakóhelyem értékei és szépségei címmel, a felsősök pedig a környezetvédelem témakörében küldhették be munkáikat. A cél az volt, hogy a gyerekek az alkotási folyamat közben el is gondolkodjanak a természeti kincsek értékén. Ha a rajzaikban a gyerekek ezzel a témával foglalkoznak, bizonyára a szemléletüket is alakítani fogja. Hiszen olyan megoldásokat látunk itt, ugye az előbb már néztük közelről azt a bizonyos szendvics képet, ahol látszik, hogy nem csak grafikailag vagy látványszerűen ragadta meg őt valami, hanem elgondolkodtatta. És valami okos gondolatot, valami trükkös gondolatot is beleépített az alkotásába. A szakemberek szerint kiemelkedően fontos, hogy a gyerekek környezettudatos nevelést kapjanak. A gyorsan változó világban a rövid ideig használható tárgyak között ugyanis könnyű károkat okozni a természetben, ezért minél előbb meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy óvják környezetüket. A pályázatra nagyon sok rajz érkezett a környék településeiről, többek között Komlóskáról, Vámosújfaluból és Sárospatak minden általános iskolájából. A turizmus világnapját mindenki másképp ünnepli Magyarországon, illetve a világon, és azt gondoltam, hogy a 33 település értékeit úgy tudnánk igazán megmutatni, hogyha a gyermekeket kérjük meg erre, hogy fessenek, rajzoljanak olyan értékeket, amelyek nekik fontosak. Legyen az környezetvédelem, vagy legyen ez egy épített örökség. A rajzpályázat sikerét mutatja, hogy összesen 110 alkotást neveztek be, amelyeket november 15-ig láthatnak az érdeklődők az Újbástya rendezvénycentrumban. A meghirdetett két kategória első három helyezettjét egy-egy környezetvédelemhez kapcsolódó ajándékcsomaggal jutalmazták. És harmadik...